Sziasztok! Szeretném bemutatni nektek ezt a PL200-as lemezjátszót. Azért kedves egyébként nekem ez a PL200-as lemezjátszó, mert tulajdonképpen ez a konfiguráció kedves apósomé volt. Most nem ez a PL200-as, hanem egy másik, amit a nagyfiam lenyúl, de szerencsére van még egy, illetve a Dance Radio az pedig apósomé volt. Ez egy nagyon jó állapotú készülék. Most ugye rádugtam, DIN dugós a rádió, úgyhogy most egy ilyen adapterrel van a RCA-val összekötve egyébként, és ugye ez egy ilyen érintő gombos kis rádió. Átnyomjuk a fonó bemenetre, és ha minden igaz, akkor innentől kezdve működni fog reményeink szerint. Így van. És akkor hát nézzük magát a lemezjátszót. Ugye ez egy direkt drive-os készülék. Egy nagyon jó lejátszási paraméterekkel rendelkezik. Ugye ennek van a kis testvére, a PL100-as, amelyik nem direct drive-os, hanem szíjhajtású, ez ugye direct drive-os. Egyébként nagyon jó a csapágyazása a motornak. Ez egy olyan megoldás a japán mérnököktől, ami gyakorlatilag úgy van megoldva, hogy a tengelyre alulról nem tud bejutni a por, így gyakorlatilag ez egy ilyen szempontból örök és gyakorlatilag lifetime működőképes tud lenni hosszú távon. Még egy olyan PL200 nem járt nálam, ami egyébként nem volt tökéletes, így a tányér csapágyazása vagy a sebességtartás szempontjából, úgyhogy ezt a készüléket is meg fogjuk nézni ilyen szempontból. Egyébként most egy eredeti hangszedő van, ez a PN 115-ös eredeti Pioneer tűvel. De egyébként egy másik PL 100-asról van egy hangszedő kombóm, amiben egy utángyártott tűt vásároltam, úgyhogy majd próbálunk rá fókuszálni. Tehát ezzel is ki fogjuk egyébként próbálni. Illetve ez is természetesen a gyári tűje is. Mikroszkóp alatt megnéztem. Egész jó minőségűnek tűnik. Túl sokat nem volt valószínűleg használva egyébként. Nagyon szép a tű is, nem poros. Alapvetően rendben van. Mindjárt megnézzük egyébként a készülék sebességtartását is, de mielőtt ezt megtesszük, nézzük meg először manuálisan, ugye bekapcsolva a készüléket. Elkezd forogni a tányér, és a jól ismert sztroboszkóp tárcsát meg tudjuk nézni. Ugye a plusz-minusz csavargatásával tudjuk a sebességet csökkenteni, illetve növelni. És ugye középállásban látható, hogy a második csík az az 50 Hz, 33-as sebességfordulat, illetve ha átnyomjuk 33-ra, akkor, illetve 45-re, bocsánat, akkor fönt a legfelső, ugye 50 Hz, 45-ös fordulat, akkor a felső csík áll. Ha megnyomjuk, akkor pedig a 33-as, nyilván ezt itt finoman be kell szabályozni, de a potmétere is nagyon szépen meg van tisztítva, és ugye a PL sorozatnak, ennek a 100-200
tipikusan a potmétere szokott elpiszkolódni, és akkor ugye, hogyha csavarjuk, akkor egyrészt nem áll be, hanem ugrabugrál a sebesség, megszalad, de látható, hogy ez szépen finoman szabályozva, milyen szépen belőhető. Egyébként a plexi is alapvetően rendben van, talán pár kisebb karc található rajta, de alapvetően szép állapotú, majd hát lehet, hogy még egy nagyon pici kis tisztítást teszek rajta, de alapvetően szép fényes is, és a zsanérje is nagyon szépen tart. Természetesen egy olyan PL 100-200-ot nem láttam még, aminek ez a kis gumi ütközője ne lett volna meg, tehát ez is ilyen szempontból örök darab. Nem tudom, hogy csinálták a japán mérnökök ezt, illetve a karliftje, ezt is látjátok, hogy milyen szépen ereszkedik, jön föl. Ez is gyakorlatilag unlimited life, tehát soha nem volt még ebbe a sorozatba olyan, aminek nem működött volna jól. És akkor mindjárt hozok egy mérőeszközt, és lemérjük akkor a sebességtartást is. Hát akkor nézzük meg a első körben a sebességtartást. És 45-ös fordulaton szoktam egyébként mérni. Beállítjuk akkor szépen a 45-ös értéket. Már most látható, hogy nagyon-nagyon stabil lesz a sebességtartás. És igen, gyakorlatilag gyári értéket hoz. Talán egy PL 200-ason volt, ami ennél egy kicsit jobbat tudott, egy 0,3-at, de ez a 0,05 százalék, ugye 5 ezred, bocsánat, 5 század, ez egy nagyon jó értéknek mondható. És természetesen 44,9, hát az nem a lemezjátszó hibája, hanem ugye pontosabban kellett volna belőnöm, de itt ez a 0,05-ös érték, ami itt most érdekes számunkra. Jó, hát ezek után akkor egyébként még annyit szeretnék megmutatni, hogy természetesen a leállítás gombakat gomb az elvileg szépen működik, így van. Illetve ugyanezt ugye a lemez végén is lekapcsol az automatika. Mechanikája egyébként nem lóg, szépen tart. Ugye egy bemozog az egész tányér, illetve a hangkar együttes, mert úgy van megoldva a készülék, hogy a elektronika, illetve a trafó, ami ugye zajt okoz, az külön a külső káván van, ettől független felfüggesztésen lóg úgymond egy fém belső kereten a tányér, illetve a hangkar, így nagyon jó a hangvisszacsatolás elleni védelme. És akkor nézzük meg ezt a kellene, egyébként 2 gramra van beállítva a tű. Fennmaró tetején, míg a nélt és egy
szép napon, nyár elején, ahol áll a leány, oda néz a legény, ime így indul el a legény. Száz tüzes csók, csúha száll fenn a fán, és a lány elpirul minden szép szó után. Mikor éjszaka felkel a hold és a szél, összeér csókban a két levél. Még esküvő, így szép sose volt, száz millió levél táncolt. Így ünnepeltek hét napon át, s csók a virág volt a világ, és a két fa levél fenn a lomb tetején, vígan élt, és egy szép napon, ősz közepén jött a kőszi vén, irigy szél nagyot fúj, és a két levél a sárba hull. Annyit vettem észre, hogy ezt már múltkor észrevettem, hogy mivel dindugóval van összekötve, nem tudom ez mennyire látszik most a videóban, de igen, itt egy ilyen kis banáncsipesszel van a földelés fölcsiptetve, és szerintem ez nem érintkezik olyan jól. Aha. Igen. Most megszűnt az a kis búgás, mint ami az előbb volt. Úgyhogy még egy utolsó snittet lejátszok ezzel a tűvel. Hát, ha meghallgatjuk akkor az utolsó számot. És a végén szépen leáll a készülék. És akkor azért megpróbáljuk ezt a utángyártott tűt is, hogy ez hogy szól egyébként. Ugye maga a hangszerű az ugyanaz. Ez a PN115. És akkor
az utolsó számot ezzel a tűvel is meghallgatjuk. A zenekar, játszunk tisztán, szívvel és lélekkel, mintha minket nézne az egész világ. Ne hamis hangokkal, ne üres szólammal, akkor megtaláljuk a harmóniát. Játszunk együtt, de ne játszunk egymással, tartsuk tiszteletben más művészetét. Együtt kell játszani, nem pedig egymással, tegyük boldogabbá egymás életét. No, hát én nem tudom eldönteni, hogy melyik tűvel szólt jobban, minden esetre bármelyik tűvel választható a készülék, úgyhogy azt hiszem, hogy alapvetően mindent bemutattam. Antiskating is 2 g-ra van állítva, egy nagyon remek kis készülék, ismét ez a PL200-as. Köszönöm, hogy megnéztétek! Sziasztok!